Szeretettel meghívjuk kedves vendégeinket az Óbudai Kulturális Központ civil házába 2013. november 23-án a Magyar Labdarúgás Napja alkalmából tartott rendezvényünkre. 13 óra 30-kor Gomfoszi történeti kiállítás megnyitója és tárlatvezetés. Díszvendégek Grosics Gyula, Buzánszky Jenő, Várhidi Pál, Faragó Lajos és Szepesi György. 15 órakor koszorúzás a Puskás-Öcsi szobornál az Óbudai promenádon. Hát kedves futballkedvelő és gomfoci kedvelő barátaim, nem akármi lesz itt szombaton, november 23-án a Kolosi téri civilházban, itt a piac első emeletén. Bizonyára tudjátok, és nem is igazi futballszurkoló, aki nem emlékszik arra a szép 6-3-as eredményünkre, aminek pontosan most van a 60. évfordulója, egész pontosan hétfőn lenne, de mi már ezt előre hoztuk, ezt az ünnepet, és szombaton fogunk ünnepelni. Mégpedig különleges módon, hisz egy civilházban mégsem lehet futballozni, ezért mi nem futballal, hanem gomfocival fogjuk ünnepelni ezt a nagyszerű évfordulót. A gomfoci sem teljesen igaz, mert a többség a gomfocinak a népi játék verzióját ismeri, azt a bizonyos vagy szurokkal összeragasztott kabátgombokat, vagy fényképpel ellátott trafikcsapatokat, de van a gomfocinek egy sportváltozata, amit szektorlabdának hívnak. Ez ugyan nem egy öreg sportág, de mi magyarok találtuk viszont ki, éppen 20 éve már ennek, és mi vagyunk a világon a legjobbak ebben a sportágban. És úgy gondolta sportágunk szövetsége, hogy a legrangosabb versenyt hozza ide ebben az időpontban, erre a helyre, mégpedig a jövő évi Európa-bajnokság válogató versenyét, ahol világsztárok, szektorlabda világsztárok egész sorát lehet majd látni. De nem csak a szektorlabda világsztárokat láthatják azok, akik meglátogatnak bennünket, hanem futballsztárokat is, hisz az aranycsapat élő tagjai is itt lesznek, Grosics és Buzánszky ugyancsak megtisztel jelenlétével, méghozzá Szepesi Gyuri bácsi társaságában. Itt reményeink szerint egy rövid közvetítést is vállal majd valamelyik szektorlabda meccsen. De aki azt hiszi, hogy ezzel megúszta, az nagyon téved, mert lesznek katalán vendégeink is. Barcelonából érkeznek szintén gomfocisták, és maga az elnök, a szövetség elnöke fogja bemutatni, hogy Katalóniában egy picit eltérően ugyan, de miképpen gomfociznak is, és élnek, halnak úgy szintén ezért a játékért. Aki azt hiszi, hogy ezek után már mehet, az úgy szintén téved, hisz lesz itt sima gomfoci bemutató és kapuralövő bajnokság a kezdőknek, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, de lesz Subuteo bemutató is, ami szintén egy futballutánzó játék, de Magyarországon talán kevésbé ismert. Itt nálunk még a csocsó az, ami ismerte futballutánzó játék, Nyugat-Európában pedig ez a bizonyos Subuteo. Nos, ezt is láthatjuk, és vége hossza nincs a különféle programoknak, nem beszélve a gomfoci történeti kiállításról, aminek a vitrinjére éppen támaszkodok. Ezt büszkén mondhatom, ez pedig az én saját gyűjteményem, a világ minden pontjáról szedtem össze, hogy melyik országban milyen eszközökkel gomfociznak, és mint egy 100 éves múltra tekint vissza ez a történet, illetve maga a gyűjtemény. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez párját ritkítja a világban, tudom, ma nincsen másik. Úgyhogy föl a cipőt szombaton, és 10 órakor itt találkozunk a civilházban a Kolosi téren.